24. Balázsai falunapok megnyitójának az összefoglalóját tekintheti meg a következőkben. A 21. Balázsai falunapok megnyitó ünnepsége Újvári László, a település vezetőjének beszédével kezdődött. Amikor egy ilyen jeles települési ünnepen a Balázsai napján találkozunk egymással, és azt is el lehet mondani, hogy két okból is rendhagyó ez a találkozó. Egyik azért, mert a 21. Balázsai falunapokat nyitjuk most meg, amit a tavalyi évben terveztünk. Az ismert okok miatt ez sajnos egy évvel el kellett halasztani. Örülünk annak, hogy most meg tudjuk rendezni. Azért mondom, hogy örülünk, mert mindennapokban látom, és lakosokkal beszélgetve, környező kollégákkal, más településen élőkkel találkozva, mindig azt tapasztalom, hogy nagyon nagy igény van ilyen jellegű találkozókra. Ebben a mondjuk egy kicsit amorf állapotban, ami az elmúlt időszakban ránk köszöntött tavaly márciustól, az emberi kapcsolatok szinte lenullázódtak, mindenki egy kicsit magába fordulva, csendben, szerényen, mondjuk meg őszintén, mindnyájan tartottunk valamitől, így kényszerültünk élni. És ami szerintem egy ilyen közösségnek, egy település közösségének az egyik éltető ereje, a közösségi programok, ugye ez teljesen, vagy hát sajnos evidens, hogy nem volt rá lehetőség megszervezni. És tehát látva, hogy mekkora hiány volt, már a tavasz folyamán elkezdtük a programokat szervezni, és titkon remélve azt, ami hál' Istennek bekövetkezett, hogy meg tudtuk szervezni, és titkon reméljük, hogy ugyanúgy tovább tudjuk folytatni az életünket, mint korábban tettük. A rendhagyó dolognak ez az egyik apropója. A másik viszont az, hogy 20 alkalommal Zöldségvilágfesztiválnak nevezzük, mondjuk meg őszintén, egymás között vagyunk. Zöldségvilágfesztiválnak neveztük ezt a program sorozatot. Az 20 év során mindig valami fejlődési tendencián ment keresztül, és az elmúlt években szervezőkkel, támogatókkal, sokat beszélgetve, képviselőtestület tagjaival sokat morfondíroztunk rajta, hogy hogyan tovább, hogyan csináljuk, azt természetes, hogy az életváltozásait figyelembe kellett venni. Az egyértelmű volt mindenki számára, hogy egy ilyen települési ünnepet tartani kell. És amikor 20 alkalommal Zöldségvilágfesztivált rendeztünk, 21. alkalommal áttértünk egy olyan, most már remélhetőleg hosszú távú program sorozatra, ami a falunapi bármilyen fellépési lehetőségbe belefér. Ugyanúgy a kulturális, ugyanúgy a sport és egyéb szórakoztató lehetőséget, ugyanúgy magunk megmutatása, mind belefér. Farkas Sándor miniszterhelyettes, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő folytatta az ünnepi beszédeket. Örömmel jöttem, megmondom őszintén, mint mindig. Mert ide jönni önökhöz mindig valami újat jelent, mindig valami mást jelent, mint más településekre menni. Igaz, hogy egy kicsit én majdnem beszaladtam a terembe kíváncsiságból, ahogy megszoktuk, és akkor polgármester úr elejében szaladt, hogy hát ez most nem úgy lesz. Jó, megértettük, de már önmagában kárpótol, azt hiszem mindannyiunkat az a csodálatos, talán sétánynak nevezett díszítés és minden, ami itt körbeveszi ezt a nagyszerű helyszínt. És nagyon örülök annak, hogy ez a jó szokásuk megmaradt. Az, hogy megmutatni, ha nem is akkorában, megmutatni azt, hogy mit tudnak, mivel mit dolgoznak, milyen eredményeket érnek el. Megmondom őszintén, én most délután egy, nem is olyan messzire feljön, voltam egy másik rendezvényen, ami nagyon szorosan kapcsolódik itt a balázsai tevékenységhez, a kertészethez. A Lógrupnak a 25 éves születésnapján vettem részt, gondolom, hogy sokan kapcsolatban vannak vele, így akkor a mai nap egy kicsit a kertészkedésről és a vidéki életről szóló programok közé sorolható. De az, hogy önmagában ennyien együtt lehetünk ismét, az azt jelenti, kapcsolódva polgármester úr gondolatához, hogy valóban egy nagyon nehéz másfél éven vagyunk túl, hogy mennyire az még kérdéses, de én azt hiszem, hogy ha
maradunk ilyen fegyelmezettek és együtt tudunk gondolkodni, felelősséget vállalni egymásért, akkor biztos vagyok benne, hogy túl leszünk ezen a nagyon nehéz időszakon. Az ünnepséget a Balástyai Sziktaposók néptánc csoport műsora színesítette. Falunap megnyitójának részeként ünnepi képviselőtestületi ülést is tartottak, ahol érintették a fő fejlesztéseket, beruházásokat a településen. Majd átadásra került több a képviselőtestület által alapított Balástya községért elismerés 4 kategóriában, és döntésük alapján most 6-an vehették át ezeket a kitüntetéseket. A közszolgálati kategóriában Szél Mihályné Rácz Ilona az egészségügyben hosszú évekig eltöltött munkája elismeréseként a közszolgálatban végzett munkáért díjat érdemelte ki. Szél Mihályné Rácz Ilona 1968-ban került Balástyára, és 1963-tól 1995-ig nyugdíjba vonulásáig az egészségügyben dolgozott. Községünkben először dr. Kóród István körzeti orvos mellett 1968-tól 72-ig, majd dr. Csák Károly körzeti orvos mellett 1972-től 1984-ig, valamint dr. Weidner Tibor körzeti orvos, később háziorvos mellett 1984-től 1995-ig, tehát a nyugdíjazásig látta el a körzeti ápolónői munkát. A betegek ellátásában Balástyán összesen 27 évig végzett adminisztrációs munkát, házi ápolást, valamint gondozást. A civil szervezetek társadalmi élet kategóriában községünkben végzett kiemelkedő közösségi munkájáért Gömöriné Kordás Gabriella részére az önkormányzat posztumusz a településen végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért díjat adományozta, amit lánya Mihályi Gömöri Júlia vett át. Gömöriné Kordás Gabriella 2004-től 2019-ben bekövetkezett váratlan haláláig iskolai és községi könyvtárosként dolgozott, felnőtt képzésben élettér tanácsadó, könyvtáros asszisztens, segédkönyvtáros, majd fotográfus képesítéseket szervezett. Hosszú éveken keresztül volt a Munkácsi Mihály általános iskolai szülői munkaközösségének az elnöke. Az 1998-ban alakult Balástya község közművelődéséért és fejlődését alapítvány alapító tagja volt. Kuratóriumi tagként számos rendezvény szervezésével járult hozzá Balástya közösségi életének színesítéséhez. A gazdasági élet szereplői vállalkozások kategóriában szakmai területükön elért több évtizedes kimagasló eredményeik miatt a település kiemelkedő vállalkozója díjat Gombos Pál és Gombos Pálné Bárkányi Mária, valamint Mennyhárt Eszter kapta. A fiatal tehetségek büszkeségeink kategóriában kiemelkedő tanulmányi eredménye és szakmai területén is kimagasló teljesítménye miatt az Akikre büszkék lehetünk díjat Frank Rita és Fodor Jójárt Rebeka vette át. Felnőtt magyar bajnok lett Székusz Zoltán díjugrató. Őt kérdeztük a verseny részleteiről. Felnőtt magyar bajnok lett Székusz Zoltán díjugrató. Erről kérdezem. Először is köszöntelek. Mielőtt rátérnénk így a versenyre, milyen érzés volt magyar bajnoknak lenni, és hogyan is jutottál el idáig? Köszönöm szépen, én is köszöntöm a nézőket. Nagyon jó érzés, igazából még mindig ott tartok, hogy az eufória még kitart, és nem nagyon tudom ezt felfogni így hirtelen, de nagyon jó érzés, egész évben dolgoztunk érte, illetve sok-sok éve dolgozunk érte. Az idei év az nagyon jó, összejött. Valamennyi esély azért volt rá, hogy elővégezzünk. Én úgy indultam el, hogyha az első háromba sikerül a végén ott lenni, akkor az nagyon jó, azt aláírtam volna előre. De aztán, hogy így jött ki, hogy pont aranyat sikerült, ez meg egy fantasztikus jó dolog, de ezt elsősorban Rikolának köszönhető, mert 5 pályát ugrott hibátlanul, verőhiba nélkül ment,
egész végig a bajnokságban, és ez nagyon ritka dolog. Nem is máslónak nem is sikerült, vagy másik párosnak, de ez a bajnokságokban is nagyon ritka, hogy végigverőhiba nélkül szerepeljen egy páros. Mit tudhatunk erről a versenyről, hol volt pontosan, és hogyan is zajlott? Bábolnán volt a verseny, a bábolnai Ménes Birtok rendezte a versenyt. Budapesten Kiskunhalason szokott még lenni, illetve Bábolnán. Én nagyon szeretem Bábolnát, nagyon jó a pálya mérete, a talaja, az egész atmoszféra, nagyon szép a környezet. A Ricolának is nagyon fekszik, hiszen tavasszal ott a világkupás versenyen másodikak tudtunk lenni. Nagyon jól ugrott azon a versenyen, ez most is így volt. És hát maga a bajnokság az nem könnyű, tehát minden oldalról kikérdezik a párosokat, mindent tudni kell. Első nap menni kell egy nagyon gyors versenyszámot, egy vadászversenyszámot. Ez azért van, hogy hibapont egyenlőség ne alakulhasson ki. Itt nem verőhibát számolnak, illetve a verőhibát átszámolják idővé, és mindenki, illetve az időt számolják át verőhibává, és így alakul ki egy sorrend, és így pont egyenlőség a bajnokság végén nem alakulhat ki. Így történt az, hogy 0,7 hibaponttal sikerült nyerni a bajnokságot, nagyon szoros volt végig. Úgyhogy ez az első napja, aztán van másnap egy kétfordulós csapatverseny, ahol itt a régióból Bács-Kiskun megyével és Csongrád megyével karöltve csináltunk egy 4 fős csapatot. Az érdekesség az, hogy azt is sikerült megnyernünk, a csapatversenyt. Ilyen nem is fordult még elő, hogy a csapatversenyt is sikerült megnyerni, és még az egyénit is, illetve nekünk Ricolával sikerült a középdöntőt is megnyerni egyedüli dupla hibátlan teljesítménnyel. Mióta is dolgoztok együtt Ricolával? Ő most 10 éves, 4 évesen került ide hozzánk, egy teljesen véletlen folytán, tehát minden jó lónak, egy teljesítmény lónak érdekes van egy sztoria, és ő is így van ezzel, úgy érkezett hozzánk, hogy nem láttuk a lovat előtte, csak egy 1,5 perces videófelvételt kaptunk róla, és gyakorlatilag így lett eldöntve, hogy kell a ló, beküldték Németországból, Csorba Péter, az egyik ismerősünk, aki akkor kint élt, ő találta nekünk, hazaküldte a lovat. Nem volt egyszerű a belovaglása, nagyon erős karakter, nagyon határozott, és hát egy 1,5 évet kellett azzal eltölteni, még végül is teljesen biztonságban, normálisan lehetett lovagolni, nem szerette a lovast, ez a mai napig egy picit jellemző rá, illetve a hevedert sem nagyon szerette, tehát egyáltalán azt nem szerette, hogy így foglalkoznak vele, vagy felülnek rá, az nem tetszett neki. Persze mára már ez javult ez a dolog, azért most már 10 éves. Zajzon András kezdte el lovagolni, az első évet ő csinálta vele végig, és az 5 éves tenyész verseny után ültem én föl rá, úgyhogy gyakorlatilag 5 éve dolgozunk együtt. Milyen versenyekre készültök a közeljövőben? Ricolával, vagy más lóval is? Igen, a Ricolát kísérik még a másik 2 ló, Karundi, illetve Castro. Fedeles versenyek kezdődnek most, van még egy tenyészversenyünk, ami nyitott, most ment le hétvégén a regionális bajnokság, ott vettünk részt, van még egy tenyészverseny, utána fedeles versenyek jönnek. Mindenképpen szeretnék egy picit kategóriát váltani, pont Ricola miatt, most már úgy érzem, hogy a 3 csillagos világkupás versenyek azok szerintem jöhetnek, és helyt tudunk rajta állni, illetve a kelet-európai listában, hogyha jól tudom, még 3. helyen állunk, és ha még tudnánk pontot szerezni esetleg a közeljövőben, ezeken a fedeles versenyeken, akkor a varsói döntőbe oda nagy eséllyel tudnánk utazni. Úgyhogy ez a közeli, vagy a nem túl távlati cél. Jövőre pedig a nyitott szezonban mindenképpen továbbra is válogatottként szeretnénk a csapatversenyeken részt venni, illetve a nagy díjakba. Az ilyenkor megszokott kupák mellett most egy vándorkupát is megkaptál a bajnoki címmel. Erről mit tudhatunk? Igen, ez egy nagyon különleges dolog. Ez egy nagyon régi serleg, és illetve kupa. Már 1937-től, 34-től, hogyha jól emlékszem, minden évben, aki nyeri az egyéni bajnoki címet, a neve, illetve az évszám, van ahova a lóneve is, fel van gravírozva erre a kupára, és ez látszik is rajta, hogy tényleg egy nem mai darab, és minden évben rajta vannak a lovasok, van még rajta valamennyi hely, úgyhogy most fölkerül a mi nevünk is ide a kupára. Jövőre ezt vissza kell vinni, és a jövőben, aki nyeri, ő fogja tovább vinni ezt az értéket. A vándorkupa melletti serlegekről mit tudhatunk? Igen, itt több serleg található. Kezdeném a legnagyobbal, illetve itt vannak az érmek is.
A legnagyobb kupa az egyéni bajnoki kupa, ő marad, ugye a Vándorserleg megy majd vissza, ő pedig marad, illetve itt van még egy kupa, ez a csapat bajnoki címért kaptuk, ez a Bács-Kiskun és Csongrád megye közös csapatot, ahogy kiállított, azt sikerült megnyernünk, ezt azért kaptuk, illetve az a másik, a picit nagyobb, az pedig a középdöntőnek az első helyezéséért kaptuk Rikolával. A versenynek további különlegessége ez a Vándorserleg mellett, mert ugye elég nagy erkölcsi elismerése van ennek, vagy sportértéke van a magyar bajnoki címnek, pont azért, mint amit az istállóban is beszéltünk, hogy nagyon sok oldalról kikérdezik a párost, és aki itt tud teljesíteni, meg ezt tudja teljesíteni, azért ez egy különleges dolog, úgyhogy további különlegessége pedig, hogy Magyarországon, ha jól tudom, akkor nem is ha jól tudom, hanem biztos ez egy verseny, ahol autót lehet nyerni, és már hosszú évek óta a KB Autó Team Kiskunhalasról szponzorálja a versenyt, és egy Fiatot lehet nyerni minden évben. Úgyhogy most sikerült egy 500-as kis hibrid Fiatot nyernünk, használjuk majd. Úgyhogy ez a másik különlegessége ennek a versenynek. Balázs Csán adott koncertet Zorán. A vele készített interjúnkat tekinthetik meg a következőkben. Talán az idősebb korosztály az nehezebben mozdul már meg zenei rendezvényekre, mégis teltház várható. Mi lehet ennek a titka? Hogy mi a titka? Nincs titok. Egyszerűen mi nagyon szeretünk zenélni, mindannyian, ezt nyugodtan mondhatom többes számban is. Örömmel játszunk bárkinek, bármelyik korosztálynak, bármikor. És nagyon örülünk, hogy ez a többször elhalasztott előadás is, hál' Istennek, ha jól tudom, akkor teltházas, és ez nagyon sokat mond abból a szempontból, hogy van a közönségben kitartás is, ugye, hogy nem adták vissza a jegyeket, vagy csak kevesen, és hogy van valamilyen fajta bizalom irántunk, hogy ha megígértük, akkor jövünk, és nem számít az, hogy most kicsi a terem, vagy nagy a terem, vagy tényleg sportcsarnok, vagy műház. Ez egy, nekem legalábbis mindenképpen mondhatom, hogy az egyik örömforrásom az, hogy zenélek. Talán a dalok egy kicsit mélyebb érzelműek, mélyebb mondani valójúak, mint a megszokottak. Lehetséges, hogy ez hiányzik egy kicsit a mai zenei világból? Hát én nem szívesen bocsátkozom bele abba, hogy milyen a mai zene például, vagy a kiknek mi tetszik. Már csak azért, mert mi is nagyon korán kezdtük, és mi is olyan zenét játszottunk, ami nem nagyon tetszett az akkori idősebb korosztálynak. Tehát ez egy tanulságos szempont. Minden kornak megvan a maga ízlése, preferenciái, és természetesen a mai fiatalok a mai fiataloknak játszanak, és ennek megfelelően ők már más ízléssel viszonyulnak ezekhez a dalokhoz is, meg a szövegekhez is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan szövegeket énekelhetek, amely szövegek tulajdonképpen élethelyzetekről szólnak, és már nagyon sokaktól hallottam, fiataloktól is, hogy ők akár maguk is hasonló érzelmeket, vagy hasonló szituációkat éltek már meg. Ennyi sok színpadon eltöltött év után ugyanúgy izgul az ember egy ilyen koncert előtt, vagy azért most már rutinát segíti ezen? Én sosem voltam nagyon izgulós típus, tehát ezt nyugodtan elmondhatom, hogy már a korai években is megvolt a megfelelő szintű druk bennem, hogy jaj, csak biztosan jó sikerüljön meg, hogy találkozzon az, amit mi adunk elő, azzal az elképzeléssel, amilyen elképzeléssel a közönség beült a nézőtérre. De hál' Istennek az első pillanattól kezdve olyan dalokat játszottam, vagy énekeltem, és játszottuk a többiekkel együtt, amik a mi szempontjaink szerint voltak olyanok, amilyenek, és mindig közben azért nagyon bíztunk abban, hogy ez másoknak is tetszeni fog, de sose próbáltunk mindenáron kiszolgálni a közönség ízlését, éppen mondjuk aktuális ízlését. Néhány nap múlva lesz egyébként a zenevilágnapja egy zenésznek. Mit jelent ez a jeles ünnep, gondolom, az életét? Az az igazság, hogy ez inkább a közönségnek szóló világnap, mert mi pontosan úgy fogunk játszani aznap, ha lesz koncertünk, nem tudom most előre, mint bármikor máskor. Nagyon jó, hogy ennek a
egész emberiség számára fontos valaminek, amit zenének nevezünk, és tényleg az afrikai törzsektől kezdve a legmodernebb világvárosokig mindenhol ez egy olyan része az életünknek, már jó ideje is, ahogy mondom, ősidék óta, amely nélkül lehetne érni, csak élni, de nem sok értelme lenne.